Na, hát negyedben, úgyhogy akkor folytatjuk a következő sörök bemutatóval. Nem tudom, ki az, akinek még nincsen söre? Tegye fel a kezét magasra. Akkor ott várunk még egy napot, ugye? Tehát akkor kettő sör hiányzik. Mindenki más, aki szeretne kóstolni, kapott sört. Szuper! Akkor szerintem Balázs, tiéd a szó, és aztán folytatjuk. A következő sör az szintén a First főzéből jön. Egyébként a First az manapság hát, ilyen craft-sörös vagy mértékkel nézve nagynak számít, de mindig azt lehetik különben, hogy elég kicsi nyerzetközi viszonylatban. És az egyik ilyen állandó sörük, a Whitbeer is az volt, ez az IPA Indian Pale Ale. Hát ezt az IPA sztorit mindjárt el fogom mesélni, ezt tudja, hogy jobbál ismeritek már, de talán egy páran nem. Általában az India pélélek, vagy ipasörökké magyarosan, azok ugye a komlóról szólnak. A komló pedig, amikor központi eleme a sörnek, akkor leginkább azt jelenti, hogy annak keserényességére kell figyelni, de sokkal inkább a komlóból jövő aromákra. Ugyanis a komló a sörnek a fő fűszere, és hát hányféle komló, annyiféle aromakészlet elképzelhető. Itt egészen a virágos, gyógysíves karakterektől kezdve, gyakorlatilag bármilyen gyümölcsig szinte minden elképzelhető. Ha beleszagoltok ebbe a sörbe, akkor ebből egy ilyen mély, kicsikét trópusi gyümölcsös karakter bukkan elő. Ez a komlóknak a játéka, ebben nincsenek gyümölcsök, ezt tizenlően vannak köszönhető, speciális komlók vannak benne. A komló, ahogy ismerjük általában Európában, ezek a klasszikus sörfogyasztás terén általában azért itt az emberek ezen a csernyének vonalon nőnek föl, az egyfajta ilyen tiszta, virágos, kicsikés, fűszeres keserényességet jelent. Európai holottán ritka alapvetően ez az elképesztően gyümölcsös jelleg. Ezek Amerikában jönnek ezek a kólók, egyébként a 1972-4-ben emesítették ki Amerikában a Cascade komlót. Ez nagyon sokkolta a világot, mert ez nagyon gyümölcsös volt, elképesztően újszerűen hatott. A napság pedig a legivatosabb irányzat. Évente jönnek elő újabb és újabb komló nemesítések különben. Komló kicsikét olyan, mint mondjuk a bornál a szőlő, ugye, hogyha valaki bort készít, bort tisztik, azért tudja, hogy a szőlőből kész, hát a függően milyen szőlőből van, hát a függően variálódik a bornának a csomó karakterjegye, ugye. Nem csak ettől, persze ettől is függ nagyban. Na, a komló kicsikét ilyen, ránézésre eléggé hasonló, mint ugye a szőlők, de teljesen más illatuk van, ezt köszön vissza a sörben is. Szóval el kell figyelni a sörben, a gyümölcsös aromákra, amiket megint csak ugye már iszunk, de az orrunkban érzékelünk. És a például IPA sztori, amiről már itt meséltem röviden, IPA India Pale Ale, minden szó jelent valamit, ugye? Én azt jelenti, hogy a sör felső erjesztésű, tehát nem alsó erjesztésű, ami azt jelenti, hogy, ugye, hogy nem lágerről beszélünk. Általában lágereket iszunk, lágerekkel nőttünk föl. Pilzeni sörök például a szokás még ilyen sokat inni, azok is lágerek egyik kategóriát képviselik. Tehát az élsörök azok jellemzően a felső erjesztésűek melegebben erjednek, ebből a gyümölcsösebbek, kicsikét ízlelesebbek. Pél azt jelenti, a pélnél jön, ebből a pél azt jelenti, hogy sápat, világos a sör. Ha már vannak olyan sörök, amiket egyébként black pélnek mondanak, tehát egyszerre fekete is, meg világos, ez egy kicsikét kagyfasz, de tekintsünk most el, a pélnek a többnyire azt jelentik, hogy maximum fél barnák. Indian jelző az, amit már ugye sokan ismertek, ekörül van egy kis legenda. Azt jelenti röviden, hogy az Indian pélnél, vagy Indian, hogy az egy komlósabb, és alkoholosabb sör, mint az átlagos pale ale. Ennek pedig egy ilyen legenda az oka. A Indiában nem tudtak az emberek sörfőzni, nem voltak sörfőzni, de tele volt ugye angolul, a gyarmati rendszer épülve volt ugye India. Ott pedig sör hiányában a katonák depressziósak lettek. Szükség volt valami megoldás, hogy otthon főztek sört, de 4 hónapos hagyóút alatt ez a sör ez megromlott. Megint csak pánik, ugye. Azt találták ki a brit sörfőzők, hogy csinálnak egy komlósabb, alkoholosabb sört, mint az átlagos. Mert a komló a sör tartósítja, ezt tudjuk már Egyiptom óta, egyébként alkohol dettó, kiviszik a sört, visszaégítják a helyi vízből, és akkor itt kb. Egy ilyen sörsülítményt küldenek ki. A brit katonák elfelejtették rá az instrukciókat, hogy ezt őket nyitani vízzel, és ezt megitták úgy, ahogy volt. Azt mondták, hogy ez
nagyon frankó, ez tetszik nekünk, úgyhogy mától csak ezt fogjuk kérni. Ez drágább megoldás sokkal, mint egy klasszikus félél, de egyből hatalmas divat lett. Szóval a Virgy alatti rendszer, amikor összeesett, a sörtipus többet nem főzték. Kis mennyiségben pár főzet csinálgattak nyilvánvalóan, de volumenében már nem, mert rendkívül költséges mulatság volt. Egyébként nem tudod azt mondani, hogy kb. Kettő sört főztek annyi alapanyagból normál esetben. És akkor nekünk ez időben, akkor a 80-as évek elején vagyunk Amerikában, házi sörfőzők elkezdik újra sörtípust felfedezni. Házi sörfőző az miért főz sört? Mert egy hobbija neki, ez egyfajta önkifejezési forma. Ez azt jelenti, hogy igazából bármit kipróbál, ami izgalmas, ami érdekes, ami lenyűgöző lehet. És a kumló nagyszerű megoldás arra, hogy valami lenyűgözőt csináljuk. Viszont egyszerűen kezelhető egy bizonyos szintig, cserében ismerős ízekkel operál, ami mindenki számára tud működni. Nem extrém ízek, nem extrém aromák ezek. Én nagyon hamar a házi verziós ipák nagyon hamar divatosak lettek. És egyszerűen menővé vált ipát főzni otthon, és később egyébként Amerikában, a 80-as évek második felével beszélünk már, elkezdenek a sikeresebb házi sörfőzők sörfőzdéket nyitni. És hát rájönnek arra, hogy a prémium sörnek van piaca, emberek meg tudják már ezt venni, de korábban azért 90-es években nem lett volna lehetőség feltétlenül mindenki számára, és az ipára hamar felfigyelhető, hogy a széles publikum, és a mai napig az ipar álló csillag ennek az egész új hullámos sör mozgalomnak, pont azért, amit mondok, nagyon egyszerű rászokni, egy kapudrom gyakorlatilag, és mondom, mindenki számára ismerős aromák vannak benne, és ezért nagyon jó. Következő lépések már a mindenféle módon parikolt sörök, a savanyú sörök és társai, ez talán már a level 2, 3, 4, 5, de ezzel jól el lehet indulni ezzel a lejtőn, aztán nem tudjuk alá meg. És a mai nap is egy nincs sörfőzde, gyakorlatilag normális sörfőzde valamiféle ipa nélkül. És a gerincei mondtam a kumló, az pedig hát attól függ, hogy hol terem, úgy hordoz más-más karakterisztikákat. Európában, ahogy mondtam, jellemzőek ezek a kesernyés vagy fűszeres, virágos karakterű komlók. Nagy komló területnél ugye Amerika, amit elhintettem már, Észak-Amerika, ott leginkább ezek a trópusi gyümölcsös, citrusos, ugye citrusos komlók jelentek meg, és mai napig azon dominálnak. És a nagy terület még egyébként Ausztrália és Új-Zéland, rendkívül komlók jönnek onnan, szintén trópusi gyümölcsös karakterűek ezek főleg, teljesen mások, mint az amerikaiak. Hát most egyébként a tűz miatt van ebből is nagy probléma, nyilván nem ez legnagyobb gond, de nekünk van egy sörünk, a Punk Juice nevű ipa, ami ausztrál komlókról készül, az idén nem is lesz, mert elvitte a tűz, vagy pedig felvásárolták a maradékot helyben, úgyhogy nem tudunk ilyet főzni, úgy néz ki. Nyilván van egy olyan a világban, mint hogy nincsen Punk Juice. De hát itt azért lehet látni, hogy lehet szólni itt a sőriparban azért elég alaposan a mindenféle kettő katasztrófa politikai és társai. És kezdenek feljönni egyébként az ilyen japán, meg távol-keleti komlók, amik rendkívül izgalmasak, mert nem csak előket még annyira, mint kéne. Határa csillagos én, ugye az egész kresztvízes rendszerrel működik, és mondom, minden éve megjöttek neki egy-egy komlóval minket bőségesen. Úgyhogy mindig várjuk azt, hogy ilyen aktuális kongrószörök, és akkor lehet látni azt, hogy ki milyen új kongrókkal rukkolt éppen elő. Én nem is húzom az időt, van-e valakinek valami kérdés, és egy sörrel kapcsolatban azt szívesen megválaszolom. Ezt a témát kevésbé értem valamire. Egészségetekre, figyeljetek, hol kosárba fogtok hallani, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen.